Nem is tudom már hányadik alkalommal állunk itt, mindig kicsit változó felállásban. Szeretettel köszöntök tehát minden látogatót, aki érdeklődőként jött csupán ide, de a cikkszerzőket is szeretettel köszöntöm, a pályázókat, a meghívott vendégeket, minden érdeklődött. Tehát akiben potenciális vásárlót is látunk, és kérünk is mindenkit, hogyha tetszik a kiadvány, akkor már most helyszínen vásároljon belőle, hisz a Békési Újság 2014-es kalendáriumának a beharangozóján vagyunk. Csodálatos dolog ez a média eszköz, ez a mikrofon, ami itt van előttem, hisz állandóan arra csábítja az embert, hogy ne csupán a leírt forgatókönyvet olvassa fel, vagy mondja el, hanem önálló gondolatai is támadjanak, és Kata már mosolygott, amikor az általa megszerkesztett forgatókönyvet ideadta, hogy doktor úr majd úgyis hozzá fog tenni valamit. Két dolog eszembe is jutott, amikor belenéztem. Az egyik dolog az egyén maga, a másik meg a tömeg, ha úgy tetszik, de ezt a tömeget nevezzük inkább csapatnak, hisz ez a Békési Újság egyáltalán, meg maga a kalendárium is úgy jött létre, hogy először volt egy egyéni ötlet a Katáé, hogy legyen kalendárium, aztán ezt az egyéni ötletet, hát nem túl irodalmi szóval, átverte a lapnak a tulajdonosán, kiadóján, alias Barkás Sándoron, és annyi rábólintott, hogy legyen akkor kalendárium, és azóta van. De ahhoz, hogy egyáltalán a kalendárium létrejöjjön, és ahhoz egyáltalán, hogy a Békési Újság működjön, ahhoz viszont kell egy csapat, ami az egyéni ötlet és az egyéni kezdemény mellé, mögé, köré áll. Amikor egy évben egyszer összegyűlünk egy vacsorával megköszönni a Békési Újságot összerakóknak a munkáját, és nem csak az összerakókét, hanem a széthordókét is, hiszen a terjesztők is itt vannak ezen a vacsorán, akkor döbben rá az ember, hogy bizony 25-30-35 ember is helyet foglal az a fehér asztal mellett, ugyanis ennyi ember kell, ennyi ember önzetlen munkája kell ahhoz, hogy ez az újság két hetente megjelenjen, kell egy Kata, aki összepakolja, hogy azért újságformája is legyen, de kell a csapat is köréje. És talán félkézen megszámolható azoknak a száma, akik valamilyen anyagi juttatást kapnak érte, a csapatnak a 90-95%-a teljesen önkéntesen végzi a dolgát. Tehát ez a két dolog mindenképpen úgy érzem, hogy elmondásra kellett, hogy kerüljön. De hogy a lényeges elhangzódjon, és hogy tulajdonképpen mit is jelent egy ilyen újság egy város életében, azt nem én szeretném elmondani, hanem megkérem városunk polgármesterét, Izsó Gábor polgármester urat, hogy ő mondjon egy néhány köszöntőszót. Szóval Tamásnak a gondolatmenetét folytatva, hiszen én sem első alkalommal állok már itt ilyen funkcióban is, hogy a kalendárium ürügyén néhány köszöntőszót mondjak, ahhoz a önzetlen békési társadalmi réteghez mondhatok is, ahhoz a csapathoz, aki vállalkozik arra, hogy a kulturális életünket ezzel a gyöngyszemmel is színesítse, és igyekszünk mindig valami újat mondani. Igazán új maga a tartalma a Békési Újságnak, illetve a kalendáriumnak, hiszen ezt tudjuk, hogy évről évre aktualitásokat tartalmaz. Ez az új benne, erről én nem kívánok beszélni hosszan, majd talán a szerkesztő elmondja, hogy mit, miért és hogyan csinált és alkotott meg benne. Ami állandó, illetve folytatólagos az, hogy immár azt hiszem, hogy 9. éve kerül kiadásra az újság, tehát, illetve maga a kalendárium, az újság ennél jóval régebbi. Tehát az, hogy ez a alkotó munka, ez egy folyamatos dolog, tehát nem egy pillanatnyi fellángolás volt, hiszen az, hogy egy csapat összeálljon, így ahhoz is idő kell, összekovácsoljon, és kikristályosodott az, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy van mondani valója a város számára, a közösség számára, és ennek pedig a kalendárium teret ad talán olyan cikkekkel, megjelenésekkel, amik az újságban
terjedelménél, műfajánál fogva nem férnek bele, hiszen látom, hogy hosszabb lélegzet, így már majdnem tudományos értékű munkák is láthatók ebben a kalendáriumban. A város szempontjából értékelve én így külön talán nem, hiszen mindenki tudja, érzi, hogy ez a fontos láncszem a mi kultúránk összetartásában milyen nagy szerepet kap és nagy szerepet játszik, és milyen nagy örömmel és nagy várakozással forgatják mindig magát az újságot és az emberek, és a kalendáriumot is az emberek. Akik megéltük azt az időt, amikor ezek nem voltak, sokan vagyunk, hát majdnem mindenki, ugye ez észrevettük talán, hogy hiányzik, hiszen elkezdődtek már korábban kezdeményezések, és most, hogyha egyszer ugye nem lenne, tehát nem lenne kalendárium, nem lenne békési újság, akkor talán akkor éreznénk meg igazán, hogy milyen űr támad bennünk, pedig annak idején, amikor nem volt, akkor úgy gondoltuk, hogy az a trendi, de valahogy mégis ez kikívánkozott belőlünk. Kikívánkozik az emberből az, ami a mondani valója van a közösség számára, és ez és sok más egyéb dolog az, ami a város egybe tartja, azt a csapatot különböző területeken egybe kovácsolja, akik tulajdonképpen élhetővé teszik ezt a mi kis településünket, írt adnak róla, és a nagyvilágnak is hirdetik. A média szerepe nagyon fontos, ebben nyilván az újsági, a kalendáriumé is, hiszen az emberek szeretnek hallani a múltjukról, a jelenükről, esetleg azokat a okos gondolatokat is elolvasni, amiket mások írnak róla, szeretik magukat látni benne az újságban, nagyon fontos olyan szempontból is maga az újság is, hogy visszacsatolást jelent a közösségnek ahhoz, hogy mit csinál jól, mit csinál rosszul, esetleg kik azok, akik előjárnak bizonyos dolgokba. Ez azért is fontos, mert valljuk be, legtöbben azért hiúak vagyunk, tehát valamilyen módon a munkájának az elismerését, ha nem is pénzben, de legalább a nyilvánosságban, hogyha megkapja, akkor örül, mert megmutatja a fiának, megmutatja a családjának, vagy csak ő nézi benne, hogy néz, benne vagyok az újságban, hogy benne van a anya, benne van az újságban, és nem véletlenül van benne. Egy ilyen szerepe is van a békési újságnak és a kalendáriumnak. Na most ez, hogyha a városi szintre kivetítjük, és azért ez a jó néhány év, ami eltelt már, a megalakítása óta, illetve a kalendárium óta. Ez azért már olyan sűrű és a várost átszövő hálózattá formódott össze, ami igen jelentős hatással van a város kulturális életére. Ezt én most szeretném megköszönni a szerkesztő asszonynak, hogy ezt a kitartó munkát összefogja azzal a csapattal együtt, akit itt ugye Tamás említett, és tényleg minden alkalommal pontosan megjelenik az újság, én tudom, mert annak idején, amikor a tornát csináltam, akkor adtunk ki újságot, és tudom, hogy milyen nehéz időnként a cikkeket kipüfölni időre annak a kezéből, aki vállalta, vagy azokat a fényképeket beletenni, tehát nagyon kemény és precíz munka van mögötte, és ezeknek a munkáknak nagy része társadalmi érték, ez külön emel a fényén. Én azt kívánom, hogy ezt a békés újság mostani kalendáriumát is ugyanolyan szeretettel forgassák, mint a korábbiakat a hosszú téli estéken, hiszen van egy olyan cikk, ami írás, ami majdnem egy egész estőt betöltő. Ajándékozzák másoknak is, hiszen elszármazott békésiek vagy, akik jobban szeretnék megismerni, ezáltal is kaphatnak egy kis betekintést a városunkról. Mindenképpen szép és jó ajándék, és azt ajánlom, hogy senkinek a könyves polcáról ne hiányozzon a 2014 évi békési kalendárium. Ezzel a pár szóval szerettem volna köszönteni Önöket, megköszönni a munkát, és akkor átadnám a szót a műsorvezetőnek, azt hiszem, ő következik.
és most, hogy ne csak próza legyen ma este, egy pici zene is következzék. Egy trió fog nem soká jelentkezni, Bohus András, Nagy Tamás és Szilágyi Gábor alkotják ezt a trombitás triót, a tanáruk Szarka István, mindannyian a zeneiskola növendékei, és egy német, meg egy francia dalt fognak előadni nekünk, hogy melyik, talán a dallamokból megtudjuk, mert trombitálás mellett biztos nem fognak énekelni. Fiataloknál maradjunk, ezért most Szulomi Zsuzsit kérem meg, hogy olvasson el egy részletet a ma bemutatásra kerülő kiadványunkból, a Békés Újság kalendáriumból. Gyeres! Liszkai Mária Danica, Csókhídi történet. Messzi országban idegen emberek beszéltek hozzá ismeretlen nyelven. Dű és tehetetlenség keserű érzése fogta el, majd lassan oszladozni kezdett a kép, s felébredt. Csak álom volt, nyugtatta magát, amikor érezte a földes szoba hűvösségét, s kezével megérintette a friss csuhéval töltött derékaljat. Az apró ablakon már beszűrődött a fény, s kivehette a régi családi bútorok körvonalait. A konyhából egymás utáni apró neszek zaja, s a reggeli finom illata szűrődött be. Végre itthon, a szülői házban. Milyen érdekes, gondolta tovább, amíg távol volt anyjáról, feleségéről álmodott, és a kiskőrösről, az árnyas sétányokról, meg arról, amint keresztül kasul járja Békés utcáit. Most pedig, hogy végre visszatért, a hadifogságának emlékei jöttek elő. Az udvaron borotválkozás közben a tükörbe szemügyre vehette a változásokat. Az arca megnyúlt, szeme beesett, ritkás haja a halántékánál őszülni kezdett, szürkés, áttetsző bőre a csontjaira feszült. Anyja feléje nyújtotta öltönyét, amit még évekkel ezelőtt az iskolai ballagáson viselt. Csak ez a ruhád van itthon. Megőriztem, biztosan jó lesz rád, mondta kissé szomorkásan, egyben vigasztalóan. A kása vagy csalánleveshez és a porciós fekete kenyérhez szokott gyomrának sok volt a hazai reggeli, jóformán már az illatával eltelt. A sziklaszirált hite és erős akarata hozta vissza szülővárosába. Amilyen nagy reményekkel és elhatározással készült a találkozásra, mostanra teljesen elbizonytalanodott. Jól lehet, anya biztosította feleségének hűsége és rendíthetetlen várakozása felől, kétségek kezdték gyötörni. Ennyi év után felesége vajon elfogadja őt így megtörtén? Emiatt döntött úgy, hogy előbb a szülői házba tér vissza, s majd ezután keresi fel közös otthonukat, s áll felesége elé. A hídhoz érve a korláthoz dőlt,
bátorságát és emlékeit próbálta összeszedni. Igen, itt pillantották meg először egymást a fahídon jó pár évvel ezelőtt. A meglátni és szerelemre lobbanni varázsát mindketten ugyanúgy érezték. Ezt követték a gyakori találkozások, a hosszú, romantikus séták, a beszélgetések. Ez volt a kedvenc helyük, az egyszerű fahíd. A keskeny pallón gyakran megálltak, szemlélték a tükörsima vizet, a sekély részeken úszó fürge, arasznyi halakat. Innét, mint egy folyton változó, színpadi kép tárult elébük. A vízpart két oldaláról sűrű fűzfavesszők aranysárga függönyként hajoltak össze, és többnyire az úszkáló kacsák, a színes mozaik szárnyakkal repülő szitakötők voltak a szereplők. Jóslásgyanán gyakran faleveleket ejtettek le, s hosszasan elnézték, amint azokat lassan tovább viszi a víz, és hol eltávolodva egymástól, hol pedig ismét összekapaszkodva sodródtak tovább. S így csókolták meg először egymást, kissé félénken, bátortalanul. A fiatal asszony reményei felerősödtek, miután fülébe jutott, hogy a hadifogságból néhányan visszatértek családjukhoz. Azon a délelőttön a munkahelyén a hirtelen beállott csendre lett figyelmes. Ahogy felpillantott, meglepve látta, hogy társai mindőt nézik. A biztató mosolyokból és szavakból mindjárt tudta, eljött a várva várt nap. Hálásan gondolt szüleire, s mindazokra, akik vigasztalták, bátorították hosszú várakozásában. Megjött, végre valahára itt van. Folyton ez járt az eszében, miközben harangzúgások közepette, sietősen átvágott a főtéren. Túláradó boldogságában azt sem vette észre, hogy a messzebb lévő hídhoz vezető zugnál fordult be. Szíve hangosan dobogott, amikor a híd túloldalán viszont látta férjét. A hídon átölelték egymást, s életük újrakezdését hosszú csókkal pecsételték meg. A mostani egymásra találásuknak tanúi voltak a víz fölé hajló fűzfák, s tanúja volt maga a híd, ami sorsukat egykoron, s most ismételten összekötötte. Több bemutatóval folytatnánk tehát, a Családért Alapítvány ezúttal is jutalmazza mindazokat, akik a 2014-es kalendárium megjelenését segítették. Jutalmazzuk a cikkszerzőket és más munkatársakat, valamint az irodalmi és a fotópályázatra beküldött munkák készítőit. Ajándékuk egy-egy tiszteletpéldány a nyomdával most frissen megérkezett kalendáriumból, valamint többek esetében szerény egyéb jutalmazás is. Az ajándékok átadására felkérem Szegfő Katalint, aki a 9. alkalommal megjelent Békési Újság kalendárium ötletgazdája és szerkesztője. Először a kiadvány munkatársait jutalmazzuk. A neveket ABC-sérrendben mondom majd, és kérem, hogy aki a nevét hallja, az fáradjon ide előre és vegye át a kiadványt. Apáti Nagy Lajos. Vannak néhányan, akik nem tudtak eljönni, de én azért a neveket elolvasom, hadd hallja mindenki. Baligáné Szűcs Irén Tilinkét nem láttam. Viszont Diákné Domokos Liannát, igen, gyere Julika, légy szíves, oddál. Tördelőnket se láttam, Krisztiánt, Durkó Krisztián, akinek a nem kis munkája van a kalendárium és egyáltalán a Békési Újság megjelenésében. Ferenc is Sanyi bácsi sem tud itt lenni, de hát azt hiszem őt Békésen senkinek nem kell bemutatni. Gazsó Jani viszont itt van. Gyebnár Petit sok pozícióban vagy megjelenésben ismertük már, most ebben még nem. Gyebnár Pétert is köszöntjük. Hajni, gyere, légy szíves, Horváth Hajnalka.
Mester Péternek is köszönjünk a munkát, ő most nem tud itt lenni, de itt van viszont Mucsi András. András, gyere, légy. És hogyha a kiadványt létrehozó csapatban van nehéz súlyú, akkor most ő következik. Skultéti Imrét keresném. Nem tudott jönni. Turcsány Ildikót és Szilágyiné Szabó Ágnes sem tudnak itt jönni, de köszönjük a, itt lenni, de köszönjük a munkájukat. Takács Jani bátyámat sem láttam, hogy itt volna. Őt is, neki is köszönjük a munkáját, és a Vári Laciét, akit szintén nem láttam most itt. És hogy ne legyen annyi próza, és Szulomi Zsuzsa se pihenjen annyit. Zsuzsi, légy szíves, a hosszú népsort akasszuk meg valamivel, gyere és add elő, amit még, amivel még készültél ma. A nyári égbolt fölénk feszülő, kék ejtőernyője alatt, sugarai kötélzetén mozdulatlanul függ a nap. A küszöbünkön őrt fekvő kutya nedves orrát felemeli, a lég esőgyöngyözte fák illatával teli. Kék minden, kék a pille a padon, kékek a dáliák. A gyepre kék árny árja csap, ibolya kék tengervilág. Ősz jelenléte még nem látható, lobog a körtefa. Ezt vártam, ezt a júliust, asztalomon sötéttel. Lüktetések megkövülései, mozdulatlan fényzuhatag. Arcom fölé dermedt az ég, hallok elsüllyedt szavakat. A nyári égen ugyanaz a nap tündöklik rezzenetlenül, örök jelen időben a padon ugyanaz a kék lepke ül. Egyetlen ágon, egyetlen levél, egyetlen szín se változott. Elvirulni a dália azóta sem tudott. Mert van virág, amely egyszer nyitott, mégis örökre nyit. Édesség, mely mindig édes marad, akárhogy mérgezik. S minden, mi egyszer szép bírt lenni csak, lényeg látszat, örökre szép. A történet írja tovább saját történetét. S minden, mi tündöklött valaha, valamiben tovább ragyog. Őrzik a felhők fényei, rigók énekei, s a nappalok. Néma rigó ül a napon, felé kék kígyó kúszik nesztelen. Arc nélküli, belső dalok sziszegnek szívemen. Köszönjük szépen! Ezek után jutalmazzuk a pályázókat. A Családért Alapítvány, amely kiadója ugye a Békési Újságnak és a Kalendáriumnak is, idén Békés, én így szeretlek címmel írt ki irodalmi és fotópályázatot. A határidőig beérkezett legjobb alkotások helyet kaptak a kiadványba, készítőik ajándéka szintén egy-egy kalendárium, valamint többek esetében jutalom. Ugyanúgy kérem, hogy fáradjanak előre, amikor hallják a nevüket. Balázs Gábor alias Kulacs, őt nem láttam, hogy itt volna. Durko Gábor bácsi sem tudott eljönni. Fehér Mihály, őt sem láttam, viszont Gurzó Györgynét igen. Gúti Imrét sem láttam, hogy itt volna. Hajnal Mihályné. És hogy ne féljen kijönni, ezért édesapjával együtt mondom a nevüket, Izsó Emese és Izsó Hunor.
Gyurcs György sem tudott eljönni, azt hiszem dolgozik, viszont itt van Liszkai Mária Danica, akinek az írását Zsuzsi elsőként olvasta fel. Olasz Bernadett. Köszönjük. Pásztor Mátyás. Ő sem tudott, viszont Sánta Istvánt látom, hogy itt van, csak küzd a lurkókkal, ahogy látom, de jöjjön István közelebb. Szerencsi Noémi. Nem tud itt lenni. Szüledénes tudjuk, hogy nem. Takács Erzsébet Ildikó sem tudott eljönni. Varga Péter. Őt sem láttuk, és Zsombok Imi viszont itt van. Gyere Imre, légy szíves. És akkor átadnám a mikrofon Cegfű Katalinnak, de még visszajövök. Köszönöm szépen a Családért Alapítvány nevében valamennyiük munkáját és fáradozását, és még azt majd szeretném kérni, hogy aki kis utalványt is kapott, az majd az aláírás végett itt a végén fáradjon ide az asztalhoz. Külön szeretnék köszönetet mondani két fotósunknak, Gazsó Jánosnak és Apáti Nagy Lajosnak, akik többek között a borító felvételét elkészítették. Apáti Nagy Lajos ötlete nyomán és kivitelezésében valósult meg. Meg is mutatnám önöknek ezt a címoldalt, és szerintem nagyon-nagyon ötletes. Köszönjük a tapsot! Egyébként itt a falon is láthatjuk a kiállítás részeként, és ezzel kapcsolatban egy történet jut mindig eszembe. Régebben mondták azt nekem, talán többek is, kis rossz májussággal, hogy az a baj veletek békésiekkel, hogy azt gondoljátok, hogy békés a világ közepe. És ez a történet jut mindig eszembe, ha meglátom, mert ezen a képen az látszik, hogy nem a világ, hanem a világ egyetem közepe békés, vagy békés bolygóval gyarapodott ez a mi univerzumunk. Úgyhogy majd elég gondolatébresztő szerintem ez a fotó, majd mélyedjenek el benne. Szeretnék még ajánlani néhányat a 2014-es kalendáriumunkból. Olvashatnak például Jantyik Mátyás festőművészről, születésének 150. évfordulója apropóján. Szintén jubilál a Városháza, amely 110 éve épült, és ennek az építésnek nagyon érdekes hátterét ismerteti általam soha korábban nem olvasott részletességgel Sápini Ildikó. Mucsi András arra vállalkozott, hogy összefoglalja a rendszerváltozás óta történt helyi önkormányzati választások eredményeit, és egyfajta összegzést is ad erről, és ennek az apropóját a jövő évi választások adják. Saját magam dolgoztam föl Ferenczi Sándor helytörténetkutató segítségével azt a folyamatot, amikor a 20. század 30-as, 40-es éveiben megvalósult a hajózhatóvá tett körös álma, és ezzel összefüggésben a tájház építése. Ajánlom figyelmükbe ezt a gazdagon illusztrált cikket is. Takács János a rendszerváltozás éveinek békési sportéletét elevenítette föl, elsősorban emlékeire hagyatkozva. Hosszabb lélegzetű interjú készült a békési születésű Kék Kovács Marával, a Budapesti Operettszínház művészével, aki békési gyermekkori élményeiről, emlékeiről is vall ebben az interjúban. Apropóját adja az interjúnak, illetve hát az ő neve megemlítésének a holnapi nap, amikor 16 órakor itt a Kulturális Központban fellép egy ingyenes rendezvényen Kék Kovács Mara mások mellett. Ajánlom, hogy jöjjenek el és hallgassák meg őt, ha már elolvasták az interjút különösen. És még egy jubileum, 120 éve lesz jövőre, hogy elhunyt Kossuth Lajos, akire úgy is tekinthetünk, mint békés város első díszpolgárára, és ilyen szempontból is született meg a Reá emlékező cikk. Köszönetet mondok Mester Péternek, aki egy quiz sort állított össze Békésről, 40 kérdés, 40 válasz, természetesen ez az idei jubileumra való emlékezés. Emlékezünk idősebb Hepp Ferencre, felidézve munkásságának minden állomását, és sajnos szomorú apropót ad még ennek a cikknek, hogy emlékeznünk kell ifjabb Hepp Ferencre is, aki néhány hónapja hunyt el. Továbbá az említett pályázatra érkezett visszaemlékezések, versek, archív és mai fotófelvételek és természetesen sok más érdekes írás várja az olvasókat. Szeretném, hogyha megismernék minél előbb a kiadványt, és ajánlják másoknak is.
Abban bízva adjuk át tehát ma ezt a kalendáriumot, hogy az összes példány el fog fogyni. És többen kérdezték, hogy hogy ilyen olcsó, persze hát ez relatív, szerintem a többi könyvhöz viszonyítva igen baráti áron kapható. Egyrészt azért, mert a Családért Alapítvány vállalja ennek a kiadását és előzetes finanszírozását, másrészt azért, mert hirdetéseket is találunk benne, és innen is köszönet jár a hirdetőknek, akik úgy gondolják, hogy érdemes pénzt áldozni erre a kiadrányra, sokszor lokálpatrióta szellemiségből is. És ez bizony fontos a háttér szempontjából. Köszönöm dr. Pálmai Tamásnak a moderálásban nyújtott segítségét, és köszönöm a cikket, amellyel egyébként indul a kalendárium az ő írásával, amelyet ez a motto ikletett, békés, én így szeretlek. Önöket szeretném fölkérni, hogy fogyasszanak hátul az elhelyezett szendvicsekből, pogácsákból, innivalókkal frissíthetik magukat. Itt elől kapható a kalendárium, és nagyon szeretném, hogyha ötletekkel segítenék a következő, 10. jubileumi kalendárium előkészületeit. Itt most rögtön akár el is mondhatják számomra. Köszönöm még egyszer a jelenlétüket, a viszontlátásra!